Kertbarát magazin legfrissebb számában érdekes cikket közlünk a vad orchideákról. Ha az időjárás kegyes hozzánk és megengedi, akkor nagyobb kirándulást tehetünk a szabadban, ahol többféle vad orchidea fajjal is találkozhatunk, különösen az erdőszéli réteken. De ne olyan virágokat keressünk, mint amilyenek a ablakunkban nyílnak otthon, mert azok nemesített fajok. A vadorchideák persze egyáltalán nem vadak, nagyon is érzékeny, finom kis virágok. Több faja is él Magyarországon, és szinte az egész ország területén találkozhatunk velük, de egyre ritkábban. Azért, mert az élőhelyüket sok minden veszélyezteti. Védett fajok a vadorchideák, ezért ne szedjük le őket. A természetvédelmi szakember azt tanácsolja, hogy ne is ássuk ki, és ne vigyük haza a kertünkbe elültetni, mert nem fognak megmaradni. Nem véletlen, hogy ott vannak, ahol találtuk őket, mert az az élőhely a megfelelő nekik. Ha onnét elmozdítjuk és megszüntetjük azokat a körülményeket, ahol ők jól érzik magukat, máshol nem fognak működni, tehát a kertünket se fogják díszíteni. Kirándulások alkalmával kutassuk fel ezeket a finom kis virágokat, és ott gyönyörködjünk bennük, ahol ők élnek, és jól érzik magukat. Mielőtt elindulnánk túrázni, azt tanácsolom, hogy olvassák el a Kertbarát magazin cikkét a vad orchideákról, és minden más érdekes írást is, hiszen önöknek készültek. Olvassanak bennünket!